Magyarországról szóló politikai elemzőkönyvet mutattak be New Yorkban az amerikai szerző Shea Bradley Farrell részvételével. Az Alapjogokért Központ gondozásában megjelent kötet megírását a szerző több hónapos magyarországi kutatása előzte meg. Az utolsó figyelmeztetés a Nyugatnak című könyv célja, hogy az amerikaiakkal is megismertesse a mai magyar jobboldal sikereit. Utolsó figyelmeztetés a Nyugatnak címmel írt könyvet Magyarországról egy amerikai kül- és biztonságpolitikai szakértő, az Egyesült Államokbeli Counterpoint Institute elnöke. Shea Bradley Farrell magyar politikai sikereket bemutató kötete az Alapjogokért Központ gondozásában jelent meg angolul, és hamarosan olvasható lesz magyarul is. Magyarország a világpolitika porondjára lépett az elmúlt években. Mi ennek az oka? Miért ragaszkodnak ekkora szenvedéllyel a magyarok az identitásukhoz, a szuverenitásukhoz az Európai Unión belül is? Ezekre a kérdésekre kerestem a választ. Foglalta össze munkája alapkérdéseit a szerző a könyv New York-i bemutatóján. Bradley Farrell az Alapjogokért Központ amerikai főmunkatársaként első kézből szerezhetett információt a magyar jobboldal stratégiájáról szóló kutatásaihoz, és ezeket az amerikai olvasó számára jól befogadható módon amerikai szemüvegen keresztül nézve adta tovább. Munkája ezért is jelentős, hiszen az övé az első ilyen kötet az amerikai piacon. Hangsúlyozta a Szántó Miklós, az Alapjogokért Központ vezetője a bemutatón. Amit Shea Bradley Farrell leír a könyvében Magyarországról, vagy Magyarország kapcsán, és amit mi is el szeretnénk mesélni az amerikai közönségnek, akár ilyen könyvekkel is, hogy a magyar nagy stratégia az igazából Szent István óta változatlan. És az arról szól, hogy ne engedjük meg egyetlen birodalomnak se, hogy bekebelezze Magyarországot. És ebből fakad az az élményünk, hogy a szuverenitás az mennyire fontos számunkra. Az eseményt az Egyesült Államok legnagyobb múltra visszatekintő konzervatív ifjúsági szervezetének, a New York-i Fiatal Republikánusok Klubjának elnöke nyitotta meg. Gavin Vex az M1-nek arról beszélt, az Egyesült Államok sokat változott az elmúlt években, de a magyar példa az amerikaiaknak is reményt adhat arra, hogy a radikális baloldal legyőzhető. Ez az állam és New York városa is súlyos hanyatlásnak indult. Migrációs válság, hajléktalan válság, munkanélküliségi válság és bűnözési hullám sújt bennünket. A társadalom a szemünk előtt dől romokba. Más mintákat kell keresnünk, hogy megoldhassuk ezeket a problémákat, hiszen a várost, az államot és az országunkat is irányító baloldal miatt kerültünk ebbe a helyzetbe. Hangsúlyozta a konzervatív politikai aktivista. Az amerikaiak nemzeti identitása ma a válságban van, de a magyar példa kiutat mutathat ebből. Hívta fel a figyelmet a Készpek nevű antiszemitizmus ellen küzdő amerikai zsidó közösség vezetője a könyv bemutatón. Sokat tanulhatunk Magyarországtól. Ha körbenézünk itt New Yorkban és más amerikai nagyvárosokban, azt látjuk, hogy mindenütt a Hamas mellett tüntetnek. A jelenlegi amerikai vezetés pedig csendben tűri ezt. Ha megnézik Magyarországot, ott egyetlen hasonló tüntetés sem volt. Ez azért van, mert az Orbán Viktor miniszterelnök vezette kormány az ilyesmit nem tolerálja. Mondta Brian Leib, aki a könyv és a magyar politikai élet egyik legfontosabb tanulságának tartja, hogy az erős politikai vezetés képes ösztönzést adni a polgároknak is.